Orbán Viktor a magyarokra haragította az összes szomszédországot. Rosszabb a helyzet, mint 1913-ban, állítja Tamás Gáspár Miklós. A filozófus szerint a szomszédaitól elkülönített, magára utalt nemzet mítosza arra való, hogy a nép egyetlen kiutat lásson, egységesen némán követni Orbán Viktort. Az ő útja azonban a szakadék mélyére vezet. Vendégünk Tamás Gáspár Miklós. Orbánról beszélünk, vagy az ellenzékről? Melyik az izgalmasabb? Egyik se nagyon. Miről beszélünk, ami izgalmas? Hát én egy politikai műsorban, én politikáról szeretnék beszélni természetesen, bár a politikának az a közkeletű definíciója, amelyben hatalmi küzdelmek folynak homályos célokért, kivéve magát a hatalmat, mert az nem homályos, az persze nem sokat ér, mert a politika szónak az alapvető értelme mégiscsak arról szól, hogy hogyan kell a közönségnek helyesen és igazságosan együtt élnie. Ugye? Ez a dolog alapvető fogalma, így határozták meg a régi görögök, ugyebár, és... Én azért kérdeztem ezt. Igen. Mert hogy volt egy jegyzet, ami azt a címet kapta, hogy undorodom tőletek. Aztán volt egy másik jegyzet, ami... Jegyzet? Tanulmány méretű jegyzet. Bocsánatot kérek. Volt egy másik tanulmány, amelyik arról szólt, hogy Orbán Viktor viszi a szakadékba önmagával együtt a népet, amelyik ez egy rádióinterjú volt. Igen. Annak a nyomtatott formáját olvasom. Igen. És ez a kettő azt mutatja, hogy hát tök kilátástalan az egész. Tehát az ellenzék az olyan, amilyen, Orbán Viktor olyan, amilyen, a nép mögötte meg pont olyan, amilyen. Mondok valami mást. Ahogy a szerencsétlen újságolvasó és rádióhallgató és tévénéző és internetező érdeklődő körültekint a világban, azt látja, hogy az egyik legnagyobb hagyományú európai ország, Nagy-Britannia vezetői láthatólag elvesztették az eszüket teljes egészében. Nem csak a vezetők vesztették el az épp elméjüket, hanem a lakosság egy jelentős része is. Volt egy közvéleménykutatás a konzervatív párt szavazóinak körében. Megkérdezték tőlük, hogy akkor is helyeselnék a megállapodás nélküli Brexitet, hogy ez azt jelenteni, hogy Anglia elveszti Skóciát és Észak-Írországot. Válasz. Igen. Akkor is. Mi bajuk az Európai Unióval? Mindegy. Kormány nincs, parlamenti többség nincs, teljes zűrzavar, és senkinek nincs egy értelmes szava egy tulajdonképpen nem annyira bonyolult nemzetközi jogi probléma megoldására. Itt van a... Azért az Unió elég sokat küzdött ennek a problémának a megoldásán, a britek helyett gyakorlatilag. Ennek semmi jelentősége. Mert? Hát mert hogy ezt a brit parlamentnek kell megoldani. Ja, így igen. És ott van a sokat dicsért Európai Unió, amelyről mi szerencsétlen kelet-európai ellenzékiek szépeket szoktunk ábrándozni, mert olyan borzalmas a helyi valóság, hogy akkor az emberek szeretik azt képzelni, hogy másút valahol van, jó? És akkor látjuk ezt a spektákulumot most Brüsszelben, ahol képtelnek megegyezni legyen banális vezető tisztségek kiosztásán, amit józan emberek meg tudnak oldani egy fél óra alatt, teljes mértékben lehetetlenné vált a jelen körülmények között a politikai vezetés a hagyományos, parlamentáris, liberális, demokratikus módon. Azok a vezetők, akik viszonylag hatékonyan működnek pillanatnyilag, azok a féldiktatúrás vezetők, mint Orbán Viktor, Magyarországon nyugalom van. Magyarországon csend van. Kézben vannak tartva az ügyek. Vagy legalábbis úgy tűnik. A kézben vannak tartva az ügyek, ezt nem mondanám, mert ezek az ügyek olyan... Gondoltam. Hát semmi, hát a kétség kívül az is a kézben tartásnak egy módja, hogy az ember a kezében tart egy tárgyat, és a másik kezében tart egy kalapácsot, és azzal veri szét. Hát kézben van tartva a kalapács, meg a tárgy is, amit szétver vele. Kézben van tartva, ebbe az értelem Magyarország, kézben van tartva. Minden intézményt tönkretesznek. Ennek ellenére Magyarországon csönd van, nyugalom van,
minden rendben van, hiszen ez a diktatúrák természete, attól diktatúrák a diktatúrák, hogy az ellenzék gyönge, megosztott és buta, és tehetségtelen, és szörnyű, és ez mindig így van, és a közönség pedig rémülten és undorodva figyeli, hogy mi folyik, és majd ennek meg lesz a böjtje. De akkor a diktátoroknak van igazuk? Miért volna igazuk? Mert ott rend van, kézben van tartva az ország. De mondom, ebben az értelemben. Ebben az értelemben. De ez miért jó? Tehát nem úgy, mint az Unió, nem úgy, mint Nagy-Britannia, ahol anarchia van, vagy döntésképtelenség, hanem hát nagyon is döntési helyzetben vannak. Igen. És hogy döntenek? Valóban kitűnő döntési helyzet van, óriási többség, jelentős támogatás, megint Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus, és így tovább, és így tovább. Az, hogy hogy döntenek, az szinte sorsszerű, mert hogy attól lehetnek olyan pozícióban, mert úgy döntenek, vagy hogy, nem, hogy, hát dönt, azért, úgy döntenek, azért, vagy hogy hogy döntenek, az azért nem. Nagyon is személyes. Ja, nem úgy értem, hogy, azt nem úgy értem, hogy milyen módszerrel ne, döntenek. Én sem. Hanem, hogy mire jutnak a döntésükkel. Teljesen egyszerű. Minden egyes autonómiát lerombolnak. Most egy modern, civilizált államban nem pusztán csak a klasszikus három hatalmi ágat, a törvényhozást, a végrehajtó hatalmat, a kormányt és az igazságszolgáltatást illeti meg az autonómia. Egyiknek sincs már egyébként, mert az igazságszolgáltatás autonómiának egy kis része még fönnáll, de szétverik, de a törvényhozásnak sincs, ami egyszerűen egy stempliket nyom a kormány előterjesztésére, sem más funkciója nincsen. De hát egy rendes, tehát ez persze ez semmi, mert egy rendes modern államban nem csak ezek autonómak, hanem autonóm a közigazgatás, amely nem függ közvetlenül a politikai kormányzástól, autonómak a helyhatóságok, amelyek az állam részei, mint a Magyar Tudományos Akadémia és az állam része, amikor azt hallom szerencsétlen ostoba elemzőktől, hogy államosítják az akadémiát, ez egy kis állami intézmény volt, csak a civilizált államban, az államon belül autonómiák vannak. A helyhatóságok sincsenek alárendelve a kormánynak, az igazságszolgáltatás, az akadémia sincs alárendelve, és még egy csomó ügyészségnek se kéne, hogy na mindegy. És mindezeket az autonómiákat az alkotmány szellemével szemben, és az úzussal szemben, ami az európai demokráciákban kialakult, úgynevezett polgári demokráciában kialakult, ezeket szétrombolják. Tehát amit a legnagyobb nyugalom közepette Orbán Viktor csinált, az a teljes értelmetlen rombolás, a kultúra helyettesítése a legocsmányabb babonával és ostobaságokkal, oly mértékben rombolja le a kultúrát, ami a Rákosi korszakban sose sikerült, és mindenki... De hát akkor neki sem fog sikerülni. Dehogy nem. A Rákosi korszakban azért elég erőteljes volt a rombolás szándéka. Tévedés. A sztálinista rendszerekben az értelmiség az uralkodó osztályhoz tartozott, és óriási hatalma volt. A Rákosi korszakban Kodály Zoltánnal nem volt szabad vitatkozni. Ő volt a magyar zenei élet vezetője, nem pedig Rákosi Mátyás. Volt ennyi autonómiája. Ha másnak nem is, de a kultúrának igen. És ez mindegy volt, hogy ki döntött arról, hogy Kodály Zoltán lehet az autonóm vezető? Nem értem. Révai, Rákosi. Addig is ő volt. Egész egyszerűen ez nem nyúltak. És Gyula volt a legfontosabb író. És Kodály Zoltán volt a legfontosabb muzsikus. Azelőtt is azok voltak. Megtartották vezető szerepüket, és lényegében nagyobb befolyásuk volt, mint a Hortikországban. Lényegesen nagyobb befolyásuk. Az, hogy most volt egy előválasztás, az semmit nem árnyal azon a képen, amit az ellenzékről írt az előválasztás előtt egy héttel. Hát azt többek között az előválasztással kapcsolatban írtam. Semmit nem árnyal a képen? Ahogy ez történt, amennyien elmentek, szörnyű amennyien volt. Kampányoltak, ahogy hoztak rajta. Szörnyű volt, undorító volt, tényleg igazán visszataszító. Miért? Hát mert hogy én szorgalmas ember vagyok, és én elolvastam azt, amit ezek az emberek mondtak. Megnéztem a DK Nyugati Fény című folyóiratát, mert ajánlották nekem, hogy ezt ilyenkor nézni kell, meg az MSZP-nek a Hírklik című orgánumát és hasonlókat, és amelyben az egymásról szóló beszéd legenyhébb kifejezés az volt, hogy aljas, hazug, disznó, áruló, stb. Visszataszító volt. Jó, erről szegény Karácsony Gergely, meg nem tudom kicsoda, nem tehet, és persze nagyon jó volna, hogyha itt valami sikerül össze, az majd fogok én is rájuk szavazni, meg ki az Istenre szavazzon az ember, senkire esetleg az még egy jó opció, de
de az egész elég borzasztóságos, és hát természetesen visszataszító, apró alkuk a kerületekben. Jobb erről nem tudni. De van más útjuk? Lehetne más lehetőségük, amit, ezeknek? Amit nem találnak? Ezeknek? De ezek nem lehet más útjuk. Tehát az egész rossz úgy, ahogy van. Ezekre a pártokra nincs semmi szükség. Hát ott tartunk, hogy igazat adok Kövér Lászlónak, hogy azért mi is kéne visítozni a parlamenti ülésteremben. Hát mik ezek? Mi folyik itt, és nem csak itt, hanem az egész világon. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ha még van egy percem, hogy azért a magyar nép nem ezt érdemli. Szóval ez valami egészen rettentő, ami történik. Holnap megszüntetik lényegében a Magyar Tudományos Akadémiát eddigi formájában, és az értelmiség majd tüntetni fog, és senki más. Mert lényegében az érdekeltek. Ha mindenki csak saját magáért tiltakozik, akkor nem fogunk eljutni sehová. Úgyhogy nagyon sötétnek látom a helyzetet, és ami itt a címe volt ennek a műsornak, hogy Magyarországot az ellenségének tartja minden szomszéd ország és a legfontosabb európai hatalmak, ez tény. Szomorú tény, ha tény. Hát tény. Tamás Gáspár Miklós, köszönöm. Simon Andrásnak meg azt köszönöm, ha elmondja, hogy mi lesz a 9:30 híradóban. Szervusz András, jó estét! Szervusz Egon, jó estét kívánok! Több hír, ami valójában egy hír. Extrém időjárási viszonyok a Föld nevű bolygón. Magyarországon az idei volt minden idők legmelegebb júniusa. Spanyolország 43 fokra készül, Mexikóban vastag jég borított be egy várost. Szabolcsban pedig most összesítik a legutóbbi vihar okozta károkat. Van olyan település egyébként, ahol 3-ból 2 ház megsérült. Részletek 9:30 a híradóban. Olyan, mint egy időjeles jelentés, a sokkal drámaibb. András, köszönöm szépen. Tehát 9:30 híradó itt az ATV-n, addig Jakub Csabavi műsorát láthatják, és holnap este én is várom önöket 19:25-kor újra az egyenes beszélben. Viszontlátásra!